In Ungarn hat die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban im Vorfeld der Europawahlen eine neue Anti-EU-Plakatkampagne gestartet. Auf Postern sind Oppositionspolitiker als Diener von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen abgebildet. Unter den Gesichtern ist auch Peter Magier. Der 43-Jährige galt vor nicht allzu langer Zeit noch als Schützling Orbáns, ist nun aber ebenfalls im Visier der Regierung, denn er fordert die Fidesz-Partei heraus. Elmennénk innen külföldre, mert nem látjuk a jövőt, nem látjuk azt, hogy a gyermekünk az, illetve gyermekeink azok milyen oktatásba fognak menni, kilátástalannak látjuk az egészségügyet. Magyar kritisierte gegenüber Euronews, dass die Orbán-Regierung in den vergangenen Jahren angeblich mehr als 3,5 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern für Propaganda ausgegeben hätte. Én magam jókat nevetek ezeken a plakátokon, hogy én baloldali lennék, vagy Ursula von der Leyennek lennék a bábja. Nem leszek a bábja, én a Tisza párt az egy erős tagállamokon nyugvó erős Európai Unióban hisz, ugyanakkor belépünk rögtön az Európai Ügyészségbe, a képviselőink pedig az Európai Néppártba fognak ülni, ahonnan kirúgták a Fidesz-tandó, és egy konstruktív, de kritikus kapcsolatot törekszünk Brüsszellel. Der Co-Vorsitzende der Tisza Partei brach zuletzt öffentlich mit der Regierung, kurz nachdem Staatspräsidentin Novák im Begnadigungsskandal gestürzt war. Kegyelmi botrány, a Novák Katalin és Varga Judit lemondása után kiírt Facebook posztot a 2,5 hónap telt el. Magyar Péter saját bevallása szerint kezdetben nem készült politikai pályára, azóta a Tisza párt színeiben készül az EP választásokra. Ez a második hét, amikor is a magyar vidéket járja, és a tervek szerint június 8-áig az összes vármegyébe ellátogat majd. Kónya Rita, Euronews, Villány.